Körülbelül egy hónap múlva az óbecsei Tiszaparton megkezdődnek egy lebegő objektum építési és elhelyezési munkálatai, az úgynevezett kis kikötő, DOK, amit Óbecse község a határon átnyúló IPA projektumon keresztül valósít meg. A tervek szerint idén, július végéig a DOK munkálatai befejeződnek, jelenleg az alkatrészek összeszerelése és összeállítása folyik. A létesítményt a helyszínen állítják össze, ezért szükséges a part egy részének felszabadítása, a kemping és a fürdőzésre szolgáló lépcsők közötti részen, mondták az óbecsei városi közigazgatás tisztviselői. Hogy a munkálatokat biztonságosan tudják végezni, szükséges eltávolítani az összes csónakot és úszó alkalmatosságot, melyek jelenleg ott vannak. Egyes objektumoknak nincs engedélye, vannak viszont, akiknek van engedélye. A kérésünk, hogy mindenki, akinek ezen a partszakaszon van levegő létesítménye, engedéllyel vagy anélkül, távolítsák el onnan. Természetesen az engedéllyel rendelkezők csak ideiglenesen kell, hogy ezt megtegyék, azért, hogy a munkálatokat biztonságosan el tudják végezni. Persze, ha önként nem távolítják el onnan, akkor a felügyelőség ki fog menni, és a törvénnyel összhangban intézkedéseket kell foganatosítaniuk. A felügyelőség mintegy 10 nap múlva indul terepre, amikor is átfésülik a Tiszapartot teljes hosszában, a Schleisztól a kemping végéig, hogy ellenőrizzék, van-e minden lebegő létesítménynek jóváhagyása. Amennyiben a felhasználónak a vízpart és a vízrész használatára szóló határozata a jóváhagyásról bármilyen formában már nem érvényes, melyet az illetékes hivatal állít ki, akkor köteles onnan eltávolítani a lebegő objektumot. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, akkor a felügyelők kérelmet nyújtanak be a szabálysértési eljárásra, megindítására, a bírságok pedig 5000 és 1 millió dinár között mozognak, attól függően, hogy a tulajdonos jogi vagy magánszemély-e. Ha a tulajdonos nem távolítja el objektumát, akkor ezt mi megtesszük, de a tulajdonos költségén. Persze ez nem ugyanannyiba kerül majd, mintha ő vitte volna el saját maga. Nekünk ugyanis egy céget kell angazsálni. A cégnek egészen más tarifája van, mint amikor a tulajdonos saját maga eltávolítja, például a csónakát. Tehát a tulajdonosnak dupla költségébe kerül majd, mert fizetnie kell a szabálysértésért és az elszállításért is. A lebegő dok 84 méter hosszú lesz, összterülete pedig 228 négyzetméter, ami a befogadó képességét illeti, maximum 20 kisebb hajó, illetve 50 kisebb csónak fér majd el, belülről kikötve, normális szögben. A polgárok arra panaszkodnak, hogy nincs már több hely, nincs hova kikötni a csónakokat. Az új létesítményen lesz bizonyos számú állandó hely, és persze helyet kell hagyni a turisták számára is, akik így módon látogatnak Óbecsére, hogy ki tudják kötni csónakaikat. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a határon átnyúló projektumban 2 magyarországi község is részt vesz, Algyő és Csongrád. Az óbecsei beruházás 172 000 eurót tesz ki, melyből a helyi önkormányzat hitelútján 18 millió dinárt biztosított. Miután a projektum realizálódik, a községnek az eszközök 85%-a vissza lesz térítve, ami azt jelenti, hogy a helyi kasszából erre a projektumra 2,7 millió dinár lesz elkülönítve.